felszámolják nagyszabású hulladékgyűjtési akcióinkról. Itt a jó idő, leállítják a távfűtést. Még néhány hét, június elején indul a strandszezon. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, május 12-e van, érkeznek a legfrissebb hírek. Több mint 22 millió forintot nyert az önkormányzat illegális hulladékok felszámolására. Nagyjából 800 köbméternyi hulladékot gyűjtenek össze a támogatás révén a város kül- és belterületén. A pályázat részeként éjjellátó kamerákat is telepítenek a problémás helyszínekre, ezzel is visszaszorítva a környezetszennyezőket. A szemétszedést most szombaton veszi kezdetét, és május végéig tart, a lakosok jelentkezését is várják. Városunkban az illegális hulladéklerakás felszámolása több éves probléma, most azonban a Tisztítsuk meg az országot című pályázat keretében nyert támogatást a város több mint 22 millió forint értékben, amiből az illegális hulladék eltávolítása mellett a megelőzésre is fordítanak forrásokat. Ebből finanszírozható 6 darab kamera, ezekre a részekre, amelyekben ugye a szemét leginkább fellelhető, patakpartjára gondolok. Ezek éjjellátó infrakamerák lesznek. Kivés Tamás hozzátette, 800 köbméter szemetet tudnak elhordani mintegy 40 helyszínről a város kül- és belterületén, amiknek felterítésében a Gyöngyösi Mezőőrök segítségét is igénybe vette a pályázatot készítő Gyöngyösi Város Térségfejlesztő Nonprofit Kft. A gyűjtésben részt vesz a hulladékkezelő, közfoglalkoztatottak, civil szervezetek, de bárki jelentkezhet, aki szeretné tisztábbá tenni lakókörnyezetét. Ha valaki saját maga érez önmagába késztetést, akkor a művelődési háznak a ban lehet jelentkezni és kap zsákot, nyilván a megadott pontra le kell tenni, és onnan el fogják szállítani a szemetet. Ez egyébként május végéig tart ez a pályázat, tehát addig nekünk ezt le kell bonyolítani. Én nagyon remélem, hogy ez egy hatásos lesz. Egy az, hogy látványos lesz utána a terület, és az ott élő emberek, illetve akiknek a szemét közönye gyakorlatilag minden napjává vált, én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy építő jellegű lesz, hogy lehet így is élni, lehet tiszta környezetben is élni. A város NB1-es kézilabda csapata is csatlakozott az akcióhoz. A játékosok május 15-én szombaton a sportcsarnok környékén gyűjtik a szemetet. Az elmúlt években minden alkalmat megragadtunk, hogy csatlakozunk valami társadalmi felelősségvállalás kapcsán meghirdetett akcióhoz. Sajnos az elmúlt időszak ebben nagyon-nagyon szűkös volt, nagyon sok rendezvényünk elmaradt, úgyhogy kapva kaptunk az alkalmon azon a felkérésen, hogy csatlakozzunk, úgyhogy most ezt meg is tettük, és akkor 15-én szombaton a csarnok körül indulunk egy nagy szemétgyűjtésre. A szemetelők jellemzően építési törmeléket, használt gumiabroncsot, zöld hulladékot dobnak ki, de van olyan is, mikor veszélyes anyagokkal szennyezik a környezetet, elégetésével pedig az emberi egészséget is veszélyeztetik. Az illegális hulladéklerakás bírságkiszabását vonja maga után, a hulladék jellegétől és mennyiségétől függően pedig büntetnek minősül. Olyan feladatok finanszírozására kapott támogatást Gyöngyös az iparűzési adó kieső bevételei miatt, amelyekre más jogcímen már évekkel ezelőtt beadta a többletforrás igényét, hangzott el Televíziónk Fórum című műsorában. A képviselőtestület frakcióvezetői abban egyetértettek, hogy a 300 milliós támogatás jelentősen javítja a város költségvetésének helyzetét. Május 6-án tette közé a kormány azoknak a 25 ezer főnél nagyobb településeknek a névsorát, amelyek között összesen 23 milliárd forintot osztottak szét az elmaradt iparűzési adóbevételek pótlására. Gyöngyös 300 millió forint támogatásban részesült, amit 6 Európai Uniós pályázat megnövekedett forrásigényeinek pótlására fordíthat. A támogatás keddi Fórum című műsorunkban is téma volt. Az az iparűzési adó bevétel lett kompenzálva, ami egyébként ott maradt a vállalkozóknál. Tehát nem kellett nekik befizetni a város kasszájába. Nem vett el a kormány, ott maradt a vállalkozóknál. Viszont ezt a pénzt, amit ennek a fejébe ad most a kormány, azt az uniós pályázatok önerejére kell fordítani,
és ebből a polgármester úr levele alapján 6 pályázat finanszírozható. A frakcióvezetők abban egyetértettek, hogy a támogatás jelentős segítséget jelent a városnak, azonban, mint Vég Attila baloldali frakcióvezető rámutatott, már régóta tudható, hogy a 2016-17-es időszakban elnyert, elvileg 100%-os finanszírozású, elhúzódó uniós pályázatok többletforrást igényelnek, és ezekre az önkormányzat évekkel ezelőtt be is nyújtotta az igényét. Beadtuk a többletforrás igényeket, csak éppen választ nem kaptunk rá, valahol elakadt a bürokrácia süllyesztőjébe, és az volt az információ, hogy hát a politikai akarat hiányzik ahhoz, hogy Gyöngyös ezeket a pénzeket megkapja. Na most a politikai akarat végre megjött, ugye közelednek jövőre a választások. Faragó Tamás, a Jobbik frakció vezetője is hangsúlyozta, hogy a támogatás nagy segítséget jelent Gyöngyösnek, azonban emlékeztetett rá, hogy ettől jóval nagyobb összegtől esett el a város a kieső bevételek miatt. Valakiről leveszem a zakót, a nadrágot, a gatyát és az inget, majd utána visszadom neki a gatyát, meg az inget, és akkor annak örülni kell. Tehát közel, ha jól emlékszem, 700-800 millió forint körül volt a elvonás itt a elmúlt időszakban, és ebből visszakaptunk 300 millió forintot. Faragó Tamás arról is beszélt, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hungest Hotels mátrai szállodái közel 2 milliárd forintos támogatásban részesültek. A napokban valamennyi távfűtéses társasházban leállítják a fűtést Gyöngyösön a folyamatosan melegedő időnek köszönhetően. Az idei fűtési szezon csaknem egy hónappal hosszabbra nyúlt a szokásosnál, ami a gázzal vagy fával fűtők számára jelentős pluszköltségeket okozott. A hűvös tavasz miatt egy hónappal kitolódott a fűtési szezon vége. Sok gyöngyösi lakásban még csak most kapcsolta ki a távhőszolgáltatást a Városgondozási ZRT. Már nem fűtenek a Visonta utcába Gyöngyösen, most az éjszakától. Eddig volt fűtés és kellemes meleg volt. A kitolódott fűtési szezon ellenére a távhőszolgáltatás árában nem mutatkozik áremelkedés. Az egyéni fűtési rendszerrel rendelkezők pénztárcája azonban megérezte a szokatlanul hideg áprilist. Nyugdíjasok vagyunk, és akkor a pénz miatt sajnos. Nem, feleségem, mert ketten vagyunk ott, így sok minden. Kicsit többet kellett fizetni, de az az igazság, hogy megpróbáltuk ezt kieszközölni. A Városgondozási ZRT távfűtési ágazatvezetőjétől megtudtuk, hogy a felmelegedés hatására május 14-éig mindenhol lekapcsolják a fűtést. Jelen pillanatban olyan az időjárási körülmény, hogy az épületek közel kétharmada már ezt kérte, de előreláthatóan a külső időjárási körülmények is felfelé mutatnak, hogy 15-e előtt, azaz 14-én olyan átlaghőmérsékletek alakulnak ki, hogy lekapcsoljuk az összes fűtési hálózat működését. Polonkai Béla hozzátette, hogy amennyiben májusban is visszatérne a hűvös időjárás, akkor a társasház a jogszabályban meghatározott feltételek mellett kérheti a fűtés visszakapcsolását. Megtudtuk továbbá, hogy a Városgondozási ZRT a fűtési szezon leállása alatt felújítási és karbantartási munkákat hajt majd végre a távhőszolgáltatás rendszerén. Polonkai Béla kiemelte, hogy a földgázrendszer karbantartása miatt augusztus 3-ától 5-éig teljesen leáll majd a gázszolgáltatás Gyöngyösön. Időarányosan meghosszabbítják a tavalyi bérletek érvényességi idejét a gyöngyösi strandon, ahol mától már minden fedett medence használható. A kinti medencéket a tervek szerint júniustól lehet majd használni. Az üzemeltető felhívja a strandolni vágyók figyelmét, hogy mától árváltozás lépett életbe, illetve újdonság, hogy az idei évtől lehetőség van 10, illetve 30 napos bérlet kedvezményes áron történő megvásárlására. Már több mint egy hete a védettség igazolvánnyal rendelkező, nem versenyszerű sportolók számára is kinyitott a strand. Mától a teljes fedett rész igénybe vehető, így a 33 méteres úszómedence mellett az oktató és élménymedencét, valamint a jacuzzit és a szaunát is használhatják a látogatók. A bérleteinket ebben a hónapban hosszabbítjuk, tehát aki sajnos ugye a vészhelyzet miatt, az árások miatt nem tudta felhasználni, azoknak ide kell jönni a jegypénztárban, és természetesen időarányosan ebben a hónapban mindenkinek meghosszabbítjuk majd. Jelen pillanatban új árlistánk van, a mai naptól kezdve a téli nyitvatartás szerint működünk még most május hónapban, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken reggel 6-tól este 6-ig, szerdán reggel 6-tól
20-30-ig, hétvégén pedig 8-tól 18 óráig. A külső medencék még le vannak zárva, azonban az üzemeltető a tervek szerint június 1-én ezeket is megnyitja a védettségigazolvánnyal rendelkező strandolni vágyók számára. A kommunikációs és marketing menedzser azt mondja, amikor átállnak a nyári nyitvatartásra, akkor hétköznap reggel 6 órától este 8 óráig, hétvégén pedig reggel 9 órától este 8 óráig várják a vendégeiket. Természetesen ugye az országban érvényben lévő szabályozások értelmében hozzánk is ugye kötelező a védettségi igazolvány felmutatása. Tehát, hogyha valaki megkapta az oltást, de még nincs meg a kártyája, és csak papír alapon tudja igazolni, őt sajnos nem tudjuk beengedni, és ugye személyigazolványt, diákigazolványt fel kell mutatni ahhoz, hogy be tudjanak jönni hozzánk. Újdonság, hogy az idei évtől lehetőség van 10, illetve 30 napos bérlet kedvezményes áron történő megvásárlására, valamint bérleteiket hamarosan plastikkártyákra cserélik, ezzel is meggyorsítva a strandra való bejutást. Május 10-én hétfőn újra megnyitotta szolgáltatásait a Vahot Sándor Városi Könyvtár. A kölcsönzés a megszokott módon történik, de az érvényes kormányrendelet szerint az épületbe csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők léphetnek be, a 18 év alattiak pedig csak védett felnőtt kíséretében. Védettségi igazolvány nélkül előre leadott igénylés után továbbra is a földszinti ajtónál lehet kölcsönözni. Már rögtön a bejáratnál fel kell mutatni az olvasóknak a védettségi igazolványukat és a személyazonosító okmányukat. Csak is így léphetnek a könyvtárba a védettek, a 18 év alattiak pedig csak védett felnőtt kíséretében. Ezen felül négyzetméter alapú létszámkorlátozást is bevezettek az intézményben. Jelen pillanatban a felnőtt részlegben 20 személy tartózkodhat egy időben, a gyermekkönyvtárban pedig összesen 10 egy időben, és ugyanígy 10 személy vonatkozik a fiókönyvtárunkra is. A visszahozott könyveket ezen a kocsin gyűjtik, hogy aztán ózongenerátorral fertőtlenítsék őket. Szintén a járványhelyzetben hozott intézkedések között szerepel, hogy késedelmi díjat június 10-ig nem számolnak fel. Farkas István elmondta, az újranyitást követően elmaradt a várt érdeklődés, bár ott jártunk, kor mi találkoztunk olvasóval. Akiknek nincs védettségi igazolványuk, de szeretnének kölcsönözni, őket sem fosztják meg a lehetőségtől. Továbbra is a úgynevezett csomagpontos kölcsönzési szolgáltatásunk üzemel a szolgálati bejáratnál. Előre elkészítjük a megrendelt csomagokba a megrendelt kikölcsönzendő könyveket, és ott vesszük át egy külön ponton a visszahozott dokumentumainkat. Ingyenesen elvihető könyveket is találnak az olvasók a könyvtár előtti kihelyezett ponton. Farkas István hozzátette, hamarosan megnyit majd az új zenei részleg is. A könyvtár következő programjait pedig már a szabadban tervezik. A versteret a nyár elején szeretnék pótolni, valamint a Könyvtár a játszótereken című tavaly indult kezdeményezést is szeretnék folytatni. Újra lendületben a fiatal futballpalánták, több mint fél év szünet után indulhatott útjára újra a Bozsi program, amely elsősorban a gyerekekről szól, és a labdarúgás megszerettetése a fő cél. A térség program felelőse Nagy György Gábor elmondta, már nagyon várta a kezdés lehetőségét. 100 fölötti létszámmal vagyunk a mai napon is, ami azt gondolom, hogy egy óriási dolog, úgyhogy 3-4 település abszolút nem képviseltette magát. Nagyon várták a gyerekek, nagyon élvezik a játékot, szuper körülmények között, fantasztikus pályákon játszhatnak. Igazából azt hiszem, hogy ez a focinak az igazi krémje. A Covid miatt még akadtak távolmaradók, de találkozhattunk olyan szülővel is, aki orvosapukaként bátran elhozta gyerekét a rendezvényre. A gyerekek nagyon szeretnek játszani, mozogni, küzdeni, szeretnek eredményeket elérni, úgyhogy természetesen a gyerekek nagyon várták az enyémeink is. Így van. És bátra hoztad? Hát azt kell mondom, igen, mert én úgy ítéltem meg, hogy ők nem az a korosztály, aki annyira legveszélyeztetett között van, és nem lehet kikerülni azt a kis kockázatot, amit az ember vállal, de
de én őt annyira most nem féltem. A helyszínen volt Egerváros polgármestere is, aki kisfiával érkezett a Bozsik Fesztiválra. Természetesen az izgalom már napok óta nagy volt, sőt, talán már a múlt héten, amikor kiderült, hogy lesz ez a Bozsik Fesztivál a hétvégén. Hát a biztonságra nyilván én azt gondolom, hogy a legtöbbet saját magunk tehetünk, tehát hogyha mi szülők vesszük a fáradtságot és a saját és a környezetünk biztonsága érdekében regisztráltunk és oltattuk magunkat és figyelünk azokra a minimumokra, amit én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben meg kell tenni, tehát a távolságtartás és talán még fontosabb a rendszeres fertőtlenítés, akkor azt gondolom nem csak magunkra vigyázunk, hanem mindenki másra. A főszereplők, akik nélkül mindez nem jött volna létre, természetesen már nagyon várták ezt a napot. Mennyire vártátok már ezt a mai napot? Én nagyon, és nagyon szeretek focizni. És egész héten edzettetek, vagy csak a mai nap jöttetek? Hát egész héten edzettünk. Mennyire nehéz a fiúk ellen focizni? Nem nagyon. Levertétek ma őket? Igen, mindig nyertünk. Igen. Eddig mindig nyertünk, kivéve most, mert most egy döntetlen volt 4-4-re. Az idei első Bozsik Fesztivál Gyöngyösen 112 fővel került megrendezésre. A szervezők ügyeltek arra, hogy a kapunál vizsgálták az oltottság igazolványt, és kézfertőtlenítési lehetőséget itt biztosítottak. Voltak, akik a kerítésen kívülről figyelték az eseményt, de reméljük a következő alkalommal már ők is a pálya széléről szurkolhatnak az ifjú futballpalántáknak. Benyújtotta az országgyűlés elé az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakképzési törvényt módosító javaslatait. A megújult szakképzési és felnőtt képzési rendszer még hatékonyabb működését célzó finom hangolása a rugalmasabb, szélesebb körű feladatellátást segíti, közölte a szaktárca. A duális partnerek tanulónként akár havi 250 000 forintos adókedvezményben részesülnek, és diákigazolványt kaphatnak a szakképző intézményben felnőtt képzési jogviszony keretében szakmai oktatás résztvevők is, írják közleményükben. Elkészült a védettségi igazolvány applikációja, amely a külföldi utazásoknál is komoly haszonnal járhat, írja a Magyar Hírlap. A postai úton kiküldött kártyákhoz képest több információt tartalmaz majd az applikáció, amely napokon belül letölthető lesz. Szerepelni fog rajta a kapott oltás típusa és az is, hogy mikor kaptuk meg a vakcinákat, méghozzá az első és a második oltás időpontját is mutatja majd. Ez pedig fontos lehet bizonyos országoknál, ahol a beutazás feltétele a teljes védettség, vagyis a két megkapott dózis. És most az aktuális végén következzenek a legfontosabbak, még egyszer röviden. Felszámolják, nagyszabású hulladékgyűjtési akció indul. Itt a jó idő, leállítják a távfűtést. Még néhány hét, június elején indul a strandszezon. Köszönjük szépen a figyelmet, Önök az aktuálist látták, holnap is én várom majd Önöket a legfrissebb hírekkel, tartsanak akkor is velünk. Szép estét, jó tévénézést, viszontlátásra!